Sziasztok, Halász Áron vagyok a Magyar Kerékpáros Klubtól. Most szeretnék megmutatni nektek néhány útvonalat, ahol könnyen és gyorsan pótolhatjátok a lezárt 3-as metrót. Gyertek velem, próbáljátok ki! A bringás metrópótlás a Kiskörút Deák tér Bajcsi Zsilinszky útvonalán. Ha a Deák tér Erzsébetváros vagy az egyetemek környékére mész, akkor a Bajcsi Zsilinszky úti kerékpársáv és a Kiskörúti bringasáv az útvonalad. Mivel azonban erre közlekednek a metrópótló buszok, kisebb terelésekre kell számítanod. A változások miatt nagyobb figyelemmel és türelemmel közlekedve most is könnyen célba érhetsz. Ha a pesti Dunaparti Bringa úton a Petőfi híd felől vagy Budáról a Szabadsághídon át érkezel, a Nagyvásárcsarnoktól kétoldali kerékpársávok várnak a Vámház körúton. Több kereszteződésben osztoznod kell majd a sávon az autóvezetőkkel. Ne ijedj meg, ha figyelmes és együttműködő vagy, akkor könnyen átjuthatsz az ilyen helyzeteken. A biciklis nyomvonalat a Calvin térnél és az Astoriánál is több szakaszon beljebb hozták. Figyelj, mert nem a megszokott helyen tudsz tovább haladni. A Kiskörúton néha busz, máshol BKK feliratot festettek a forgalmi sávokba. A BKK sávba biciklivel is be lehet hajtani, ezt tábla is jelzi. Az Üllői út felől érkező metrópótló buszokat mindig engedd magad elé, ne tartsd fel őket. Figyelj a jelzőlámpákra! A Nemzeti Múzeumnál, az Astoriánál, illetve a Városháza Park és az Erzsébet tér mellett mindkét oldalon ideiglenes buszmegállókat jelöltek ki a kerékpársáv helyén. Adja elsőbséget a pótlóbuszoknak, hiszen azokon többen utaznak. Sávváltás előtt mindig nézz hátra, jelezz egyértelműen, és ne tegyél hirtelen mozdulatokat. Ha az Astoria felől az Andrássy útra mész, akkor az Erzsébet térnél tovább hajthatsz a bringasávon. Ha viszont a nyugati tér felé mennél tovább, már a Deák Ferenc téri kitérőben érdemes balra fordulnod. A Király utca után jobbra kisorolva külön lámpa enged át a park oldalára. Itt indul a kétirányú kerékpárút a nyugati tér felé. A Bajcsi Zsilinszky úton olyan sűrűn közlekednek a pótlóbuszok, hogy most már nem használhatod a buszsávot. Az 5. kerületi oldalon piros burkolattal jelzett gyalogkerékpárúton haladhatsz végig. Figyelj a gyalogosokra és kereszteződésekben a kanyarodó autókra, mert a vezetői nem biztos, hogy látni fognak, és időben meg tudják adni az elsőbséget. Ha elértél az Alkotmány utcához, két lehetőséged van. A lámpánál felfestett felállóhelyről átmehetsz a túloldalra, ahol a kerékpársáv vezet el a nyugati térig. A nyugati téren ne a buszsávban menj át a pályaudvar felé, kanyarodj a Terész körútra. A Margit híd felől a Szent István körútról érkezve továbbra is bekanyarodhatsz a Bajcsi Zsilinszky útra. A Bajcsi Zsilinszky útról a Szent István körút felé ne a nyugati tér, hanem az Alkotmány utca és a Szemere utca érintésével menj tovább. Ha a Szemere utcáról érkezve keresztezed a körutat, akkor a Hegedűs Gyula utcai bringasávon a Lehel tér felé mehetsz tovább. Mi most viszont az Alkotmány utcán tekerünk tovább a Parlament felé, ahol kényelmes autómentes övezet vár ránk. A Kossuth tér északi végén induló Dunaparti kerékpárúton vízparti panorámában tekerhetsz végig az Árpád híd felé. Jó bringázást kívánunk! Ha belejöttél, mutasd meg ezt az útvonalat másoknak is! Kérem, vigyázzanak! Az ajtók záródnak.